Közel 30 évvel ezelőtt választottuk ezt a helyszínt, utolsó házként néztük meg, 15 helyszín volt azon a napra, vagy arra napra tervezve, és utolsóként néztük meg, de úgy apostrofáltuk, hogy ezt biztos nem fogjuk, ameddig nem láttuk meg. Hiába volt romos, de maga a környék, a környezet, ez a millió, ez a sok-sok zöld, és gyakorlatilag az agglomerációban egy olyan helyzet, ami visszaadhatatlan máshol. És azt beszéltük, hogy itt viszont már tud az Imi gyakorolni, mert eddig, vagy ezelőtt társasházban laktunk, és az volt a gyakorlás, hogy kinyitotta a ruhásszekrényt, és oda fújt be a szaxofonnal, és azt se nagyon tolerálták a szomszédok. Csak a molyok, ez jó volt. És itt biztosak voltunk abban, hogy ez egy jó hely lesz a kisgyerekünknek is, a Norman akkor volt 6 éves, és a gyakorlás szempontjából is tökéletes lesz. És hát a kilátás, a hegyek, a természet, az elvarázsolt bennünket egy perc alatt, és nem is a ház fogott meg minket, az nem is érdekel bennünket, hanem ez a hatalmas terület olyan szabadságérzetet adott, és azóta is itt lakunk, és nem is tervezünk, hogy elköltözünk innen.